Itt, Skóciában, ebben a kellemes kis falucskában, a lassú folyású vidéki élet mellett adódott lehetőségem arra is, hogy néha-néha ellátogassak más tájakra. És egy ilyen felfedezésről fog szólni a mai videó. Amíg én távol voltam, a házigazdák egyik rokona vigyázott ezekre a kis csöpségekre. Isle of Skye, Skócia egyik leghíresebb szigete. Itt hatalmas hegyek, misztikus sziklák, gyönyörű tavak, folyók, vízesések, fűvel és páfránnyal borított táj veszik körül az embert. Bármerre is indulok, mindenhol csoda vár. Meg annyi dal és történet szól erről a varázslatos helyről. Azt, aki ide látogat, óhatatlanul magával ragadja a természet szépsége és ereje. A vad szél, a zuhogó eső, a tenger morajlása, a hegyek között folyó patakok és vízfolyások csobogása. Néha, útközben pedig ezekkel a különleges, hosszú szőrű tehenekkel találkozhatunk. Az eddig itt töltött idő alatt azt hiszem mondhatom, hogy hamar elfogadtam az időjárás változékonyságát. Azt, hogy bármikor feltámadhat a szél, eshet az eső, vagy váratlanul kisüthet a nap. Másodpercek töredéke alatt varázslódik a masszív szürke felhőrétegben egy napablak, ami mindent beragyog. Aztán amilyen hirtelen jött, el is tűnik, és leszakad az ég. Ahogy néhány perccel ezelőtt említettem, rengeteg mítosz és legenda övezi ezt a területet. Azt mondják, hogy aki ennél a hídnál, itt ebben a vízben fürdik, vagy megmossa az arcát, az örök szépségre és fiatalságra tehet szert. Ugyanis a monda szerint ezt a folyót elvarázsolták a tündérek. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért tették ezt? Úgy tartják, hogy Skócia valaha élt legnagyobb harcosa itt, Skye szigetén élt, és nem más volt, mint egy legendás, női harcos. De mielőtt még elmesélem az ő történetét, és rálépek az ösvényre, jöjjön egy kis kitérő. A most látható két férfiról mintázott szobor, kettő valaha élt professzort és egyben hegymászót ábrázol, akik felderítették a hegyeket, amik körbeveszik ezt a völgyet, és nem mellesleg egy életen át barátok voltak. Innen indulnak a túraútvonalak a folyó mellett, fel a hegyekre, át a völgyön, szabad szemmel beláthatatlan messzeségekig. És most, hogy már ráléptem az egyik ösvényre és el is indultam rajta, vissza is kanyarodok ahhoz a történethez, amit a nem is oly rég említett hősnőről kezdtem el mesélni. A legendás női harcos a hadviselés minden ismert formájának a szakértője volt, és a legnagyobb férfi harcosok jöttek hozzá a világ minden tájáról, hogy képezze őket. Az árnyak erődjében, amelyet ma Dunscate kastélyként ismernek. A harcosnő hírneve átterjedt Írországba is, ahol az egyik híres félisten nem örült annak, hogy valaki más is van rajta kívül, aki ilyen jó harcos. Ezért fogta magát, és elhajózott a nőhöz, hogy kihívja, és eldőljön, ki az erősebb és ügyesebb. Több napig áldász küzdelmet folytattak,
A nő sokkal ügyesebb volt, de a férfi meg hihetetlenül gyors és erős. Kívülről úgy tűnt, hogy a harc addig nem ér véget, amíg egyikük bele nem hal. A hősnő lánya aggódni kezdett, hogy elveszítheti anyját, ezért elment a folyóhoz, oda, ahol most a híd áll. És könyörgött a tündéreknek, hogy segítsenek az anyjának. Olyan sokáig sírt és könyörgött a víz partján, hogy végül a tündéreket meghatotta a lány szeretete és aggodalma. Ekkor megjelent a tündér királynő, és azt mondta, mossa meg az arcát a folyóban. Ezáltal megáldja őt a tudással, amelyre szüksége lesz anyja életének megmentéséhez. A lány, miután az arcát a hideg vízbe mártotta, azonnal tudta, mit kell tennie. Visszarohant a kastélyba, és útközben összeszedte a legjobb összetevőket egy hatalmas lakomához. Az ételek illata hamar eljutott a harcosokhoz, akiknek azonnal korogni is kezdett a gyomra. Ekkor realizálták, hogy milyen nagyon éhesek, napok óta nem ettek, szóval átmeneti fegyverszünetben állapodtak meg. Amikor leültek és elkezdtek enni, hirtelen rájöttek, hogy együtt törték meg a kenyeret. Vagyis a férfi most már vendég a nő otthonában, így hagyományból és tiszteletből nem harcolhatnak tovább. El kellett fogadniuk, hogy a csata döntetlenül ért véget. Azt mondják, hogy azóta is van még némi varázslat a vízben, ami bölcsességet nem, de szépséget ad annak, aki a hídnál 4 kézlábra ereszkedik, és 7 másodpercre teljesen víz alá meríti az arcát. Ezután hagyni kell, hogy a víz magától megszáradjon rajta, és akkor a tündérek örök szépséggel áldanak meg. Ezen a területen szinte a végtelenségig gyalogolhatunk hegyek és tőzeglápok között. Mivel ez egy kiemelt jelentőségű természetvédelmi terület, nem illik letérni az útról. Másrészt meg mindenfelé csobogó kis vízfolyások, cuppogó, sáros föld, vízben ázó hatalmas fűcsomók vannak. Gyakran az ösvény is akadálypálya, szóval itt közlekedni igazán kalandos és számomra élvezetes és szórakoztató. Fúj a szél, hideg van, esik az eső, süt a nap, szélcsend van. Az egyetlen állandó a változás. Mit tehet az ember? Egyszerűen csak elfogadja. Elfogadja azt, amit nem tud kontrollálni. Ez egyáltalán nem egyenlő a nyomasztó beletörődéssel. Az igazi, őszinte, belülről jövő elfogadás felszabadító. Csodálatos, ha tudjuk örömmel fogadni az érzeteket, és ezt a sok-sok szépséget, ami maga az élet. Az örökké boldog belső lényünk mindig ott van, változatlanul. Amikor kisüt a nap és nem fúj a szél, tényleg kellemes tud lenni az idő, de egyébként esőkabáttal együtt összesen 6 réteg ruha van rajtam. A hajam és a ruháim egy része is szinte állandóan vizes. Mit gondoltok, mennyire számít ez? Ki és mi dönti el, hogy hogy érzem magam? Így a videó vége felé néhány gondolatomat megosztom veletek a változásról. Azt hiszem, a változás egy olyan dolog, ami bizonyos mértékig a legtöbb ember számára ijesztő.
hiszen kiszámíthatatlan és ismeretlen veszélyeket rejthet. Azt hiszük, ha kontrolláljuk a dolgokat, az életünket és gondosan tervezünk, akkor biztosra mehetünk. De lehet, hogy az életben jóval több dolgot nem tudunk kontrollálni, mint amennyit igen. Talán semmi sem biztos, és az, hogy bármit is azzá akarunk tenni, a biztonságérzetünk hiányából fakad. Valójában sosem tudhatjuk, hogy ténylegesen mi fog történni, miután cselekszünk vagy teszünk egy lépést. Én, amikor éppen egy tudatosabb pillanatomban vagyok, akkor azt szoktam mondani magamnak, hogy azon a hídon majd akkor megyek át, amikor odaérek. Tervezni lehet jó dolog, és hasznos is. De azt hiszem, fontos, hogy tudatában legyünk a realitásnak, hogy a dolgok és az események sok esetben inkább kiszámíthatatlanok. Ez is az élet része, és rendben van.